Kaposvár, meg ez az egyetem, amikor én oda jártam, akkor nagyon alkalmas volt arra, hogy ott valóban egy ilyen koncentrált munkát végezzünk, és hogy mi mindannyian, akik oda mentünk, meg oda jártunk, tulajdonképpen állandóan ezzel foglalkoztunk, már mint a színházzal, és minden időnket azt tette ki. Egy egyetemi közegbe bekerülni, és főleg, hogyha valaki egy művészeti pályát választ magának, akkor nagyon fontos, hogy vele hasonló korú és érdeklődésű emberekkel legyen így összezárva tulajdonképpen. Nekem is ez nagyon fontos volt, hogy annyi idősen együtt tudjuk elkezdeni egy közösségként ezt a pályát, vagy így legalábbis a megismerését ennek a színészi pályának. Egy kaposvári osztálytársam volt talán, de hogy az összes többi osztálytársam máshonnan jött. Tehát ez mindenkinek egy új helyzet volt, egy új város volt, úgyhogy ez például a közösséget eléggé összekovácsolta, ahogy mi ott elkezdtünk együtt létezni és tanulni. És hát a szabadidőnket is általában pont emiatt próbálással töltöttük, mert hogy a családunk másik városban volt, tehát nem tudtunk hazamenni, úgymond óra után, hanem minden energiánkkal erre tudtunk koncentrálni. És én azért mentem egyetemre, hogy sokat tanuljak, úgyhogy ez abszolút ott így meg is történt. Általában negyed-ötöd évben gyakorlatra szoktak menni a diákok, úgyhogy ez is egy olyan dolog, ami miatt szerintem nagyon jó, hogyha az ember egyetemen tanulja ezt a szakmát, mert akkor lehetősége lesz egy színháznál elhelyezkedni, vagy egy színház életébe belelátni, és akkor hát én így kerültem a Víg Színházba. És nagyon sok kapcsolatot, munkakapcsolatot lehetett ott megkötni, vagy legalábbis nagyon, nagyon sokat segített ahhoz nekem ez az egyetemi lét, hogy megismerjem azokat az embereket, akik a szakmában vannak, és akikkel később aztán majd esélyem lehet együtt dolgozni. Elhívott engem ide az Eszenyénikő, hogy ugorjak be két előadásba, és aztán tavasszal volt egy új bemutató, az Átutazók, azt is Enikő rendezte, és abban volt egy szerep, egy amerikai lány, és angolul kellett végig a jelenetbe beszélni. És akkor megkérdeztem, vagy hát én belekerültem, megkaptam ezt a szerepet, mert hogy tudták rólam, hogy én jól tudok angolul. És nekem az volt itt az első olyan előadás, vagy bemutató, amit én próbáltam, azt a szerepet, tehát hogy nem beugrás volt, és engem akkor utána szerződtetett le. Ne kellene állunk fényen, meddig? Ez van. És hogy később a pályám során azóta is nagyon sokszor voltam olyan helyzetben, hogy a nyelvtudás nagyon jól jött, úgyhogy ez is egy olyan dolog, amit szerintem így a fiataloknak, vagy egy egyetemi közegben, akár hogyha van cserediákprogram, vagy bármi, soha nem tudhatja az ember, hogy később mikor jön jól, és szerintem a nyelvtudás az mindig jól jön. Én ma is, hogyha még tanácsot adhatnék az akkori énemnek, akkor most is azt mondanám, hogy egy egyetemi képzés, az mégiscsak keretet tud adni valaminek, illetve el is tud indítani valamit, meg valakit egy pályán. Sziasztok! Sziasztok!